Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai adásunkban elsőként karácsonyt idézzük vissza, majd egy évvégi hangversenyből hallhatunk ízelítőt. December 25-én ünnepeltük Isten fiának, Jézus Krisztusnak, a megtestesült igének földi születését a boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. Aki született, nem csak egy az emberek közül, hanem ő az Atyától a Szent Háromságban az idő kezdete előtt születő fiú. A megváltó Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék. Dr. Bér Miklós megyés püspöknek a Váci Székesegyházban karácsony napján tartott szentmise keretében mondott homíliáját hallgathatjuk most meg. A végső időben Isten a Fia által szólt hozzánk. Jézus Krisztus születését ünnepelni a számunkra ezt jelenti. Oda csodálkozni, oda fordulni ámulattal, hálával és csodálattal, hogy a Teremtő Isten szól hozzánk. Hát magától értetődő kell, hogy legyen a számunkra, hogy odafigyelünk, hogy hogyan szól hozzánk a Fia által. Ezen a mai ünnepen felidézzük Jézus Krisztus személyét. Ahogy ismerjük őt a Bibliából, ahogy ismerjük a hittanóráktól kezdve, a mögöttünk levő évek sok-sok ünnepén keresztül, ami kialakult bennünk, Krisztus kép, és próbáljuk abból a szempontból végig gondolni, hogy így szól hozzánk az Isten, ahogy Jézus élt, ahogy eljött közénk. Szeretem ilyenkor felidézni karácsonykor azt a régi ifjúsági énekünket, hogy így jött közénk. Így jött közénk. És tényleg úgy fölvillannak ezek a jelenetek, a jól ismert jelenetek, és megint szeretném hangsúlyozni, hogy nem véletlenszerűen jött így közénk a minden teremtő Isten. Elárulom nektek, hogy azért biztonság kedvéért meghallgattam a Szentatyának a prédikációját is tegnap este Rómából, és megint úgy megdöbbentett, hogy milyen világosan, tisztán fogalmaz Ferenc pápa. Hogy jött közénk az Isten? És ezzel a jelenettel kezdődött, amit a oltárképünk, hogy Mária elindul a szíve alatt a gyermekkel. Elindul, először megy Erzsébethöz, aztán utána a császári parancsra. Indul el a várandós asszony Betlehembe. És hát nem akarom részletezni, mindnyájan tudjuk. Nem véletlen, hogy nem fogadták be. Nem véletlen, hogy abban a nyomorúságban született. Valaki a megbotránkozva mondta egyszer, hogy hogy mondhat ilyet a Váci püspök, hogy hajléktalan létbe jött az Isten. Hát istálóba születni az
mi az, ha nem hajléktalan lét? A legmélyebbre jött az Isten. Az emberi nyomorúság legmélyére. És aztán jön az egyiptomi menekülés. És hát a názáreti dolgos évek, a keresztelkedése, a tanítása, a hegyi beszéd, a nyolc boldogságról, az irgalomról, a megbocsájtásról, és mindenek előtt a testvéri szeretetről. És utána meg kiszolgáltatja magát az emberi igazság szolgáltatásnak, és hagyja, hogy áldozattá legyen a kereszten. Így jött közénk a minden teremtő Isten. Az életével és a tanításával is segíteni akar, hogy eligazodjunk ebben a világban. Hogy megértsük, hogy mire hívott meg minket, embereket. Valamikor egyszer régen hallottam ezt a kedves hasonlatot, hogy a szőnyeget ne a fonákjáról nézzük, hanem a színéről. Hát az életünket is próbáljuk a színéről nézni, az Isten által csodálatosan megkomponált színéről, és ne a fonákjáról. És a mi nagy csapdánk éppen ez, hogy vacakolunk a fonákjával. Karriert építünk, miközben tönkre mennek a családjaink, fiataljaink külföldre mennek, hát ők nem gazdasági kivándorlók, ők ügyes fiatalok. És elvesztegetik a gyönyörű fiatal éveiket, gyűjtögetjük a pénzt, azon spekulálunk, hogy hova menjünk nyaralni, mire költsük a pénzünket, hogy tudjuk a vagyonunkat még jobban gyarapítani. Testvéreim, ez az életnek a fonákja. Ilyenkor karácsonykor kezdjük megérteni, átélni azt, hogy a színe is itt van a lehetőségeink között, az élet színe, amikor együtt a család, amikor örülünk egymásnak, és amikor nem csak rokonokat megyünk látogatni holnap-holnap után, hanem eszünkbe jut valaki, aki éppen ránk vár. Mert magányosan töltötte ezeket a szent napokat, mert régen nem nyitott rá senki ajtót, mert nem tehet róla, hogy rossz helyen, rossz időben született. Ez az élet színe, amire Jézus tanít, az Isten fiaként, hogy életünk legyen, és értelmes, boldog, szép életünk legyen, ami az önzetlenségből, a nagy lelkűségből, vagy hogy a Szent Atya kedvesen fogalmazott, a szelídségből fakad. Tanulgatjuk Jézustól ezt az életszemléletet, próbáljuk elhinni, hogy csak így érdemes. Ajándékba kapjuk ezt a csodálatos világot ezernyi lehetőséggel, és ő bízik bennünk, hogy munkatársaivá válunk, hogy szebbé, boldogabbá, élhetőbbé tegyük ezt a földi létet is, ízlelgetve az Isten országának eljövetelét. Olyan jó karácsonyt ünnepelni. Olyan gyönyörűek ezek a mi énekeink. Elővesszük a gyönyörű verseinket, olyan gazdag a mi irodalmunk, a mi népköltészetünk, a mi népi hagyományunk, de az egész világé 2000 év óta egyre gazdagabb. Ebből próbálunk ma erőt meríteni, indítást kapni,
lelkesítést kapni, hogy induljunk el Jézus útján, amit az Isten mutat nekünk, aki tudja, hogy mi kell az élethez. Szeretett testvéreim, Assisi Szent Ferencet emlegetjük sokszor ezekben a karácsonyi napokban. És ne botránkozzatok meg, ha ilyeneket mondok, hogy szeretni bolondulásig, mint Szent Ferenc. Szeretni bolondulásig egymást, a világot, a rászorulókat, a bajban levőket. Szeretni bolondulásig nagy, szent, mámoros bolondsággal a Krisztus útján járni. Szentlélek Úristen, bátorítson bennünket, benneteket, mint Máriát, mint Józsefet, mint a pásztorokat. Bátorítson bennünket ezen a szent ünnepen, hogy legyünk merészek, bátrak kilépni az önzésünk rabságából, hogy a színéről lássuk ezt a világot, és tele legyen a szívünk, a lelkünk az egymás iránti önzetlen szeretet ezernyi színével. És hadd fejezzem be a gondolataimat egy praktikus tanáccsal. Advent kezdetén meghalt a nevelt fiam. Meggyászoltuk a Sanyit. Ezt az állami gondozott fiút, aki hányódott, végül itt otthonra talált. Itt van eltemetve a Székesegyház kriptájába. Viccesen mondtam, ez a ágról szakadt gyerek itt fekszik a hamvaival a püspökök között. És néhány napig tanástalan voltam, hogy ha most a Sanyi már nincs itt köztünk, nincs itt mellettem, mindig azon izgult, hogy mi lesz velem, ha atya nyugdíjba megy, mi lesz velem. De Sanyikám, ne izgulj. Hát a Jóisten elrendezte. De nyugtalan voltam addig, ameddig nem találtam meg a Sanyinak a helyét. Úgy érzem, megtaláltam. És megint van valaki, akiről gondoskodni tudok, aki tudom, hogy vár rám. Keressétek meg ti is azt, aki rátok vár, azt a kis családot, azt a szerencsétlen embert, azt a lúzert, akárkit, akit a Jóisten rátok bíz. Az Isten fia szólt hozzánk, hogy segítsen élni, hallgassunk őrá, és a színéről lássuk a világot. Boldog karácsonyt! November 26-án az egyházi évet záró Krisztus király ünnepére, tartalmas műsorral készült hagyományos hangversenyére a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusa. Korábbi műsorunkban az ünnepi szentmise zenei anyagából merítettünk, mai adásunkban a hangversenyből mutatunk be részleteket. A Szent Cecília kórus mellett közreműködött a Váci Székesegyházi kórusiskola, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, a kórusiskola hangszeres tanárai, Tóth Rita és dr. Bednarik Anasztázia orgonaművészek, szólót énekelt Garamvölgyi Krisztina, Dézsi Bernadett, Fitos Mónika, Kristofori Ferenc és Csima Zsolt, vezényelt Verbai Zsuzsanna karvezető és Varga László a Székesegyház karnagya.
Kedves nézőink, mai adásunk ezzel véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!